PET-palackok, flakonok, babafej, mérhetetlen mennyiségű és típusú hulladék halmozódik fel a Tiszán és mellékfolyóin. A tarthatatlan helyzet felszámolása érdekében fogott össze 2019-ben a vízügyi, a civil és a vállalati szféra. A hulladékmentes Tisza program idén augusztusban ért véget. A program sikerét mutatja, hogy két év alatt mintegy 80 tonna hulladékot termeltek ki a tiszai PET-kupa önkéntesei és a vízügyi szakemberek. A Feti vízigel, tehát a Felső Tiszavidéki és a Köti vízigel, vagyis a Közép Tiszavidéki vízügyi igazgatósággal együtt több területen gyűjtöttünk a hulladékmentes Tisza projekt során. Azt kell mondjam, hogy az egyik legsúlyosabban szennyezett terület a szamos torkolat alatt volt egy erdő, egy ártéri erdő, egy éles folyókanyarban Tisza szalka alatt, és a másik pedig a Tiszató előtt, a kiskörei duzzasztómű fölötti szakaszon. Itt mind a két helyen sikerült nagyon megtizedelnünk, úgymond a palack mennyiséget, tehát sokkal jobb körülmények várják most már itt a vízitúrázókat, mint néhány éve. A hulladék gyűjtésen túl számos hozadéka van a programnak. Többek között a hulladék útját is nyomon tudják követni a környezetvédők. Egyik módszerük, hogy GPS jeladóval felszerelt palackokat bocsátanak vízre. Az eddig összegyűjtött adatok alapján az derült ki, hogy a hulladék akár évekig is megreked egy-egy szemétszigeten. A program keretében épült meg az első folyómentő központ Kiskörén. Itt a kitermelt hulladék átválogatását végzik. Itt válogatják át ezt a folyami hulladékot nagyon sokféle frakcióra. A lényeg egy, a cél, minél nagyobb részét újra használjuk. Most körülbelül 65-70% között van az újrahasznosítási ráta, tehát tömegére nézve a folyami hulladéknak ennyi ekkora részét tudjuk átadni a hazai újrafelhasználó cégeknek. Tömegében a legtöbb az az üveg, és a fém is elég tekintélyes, és ezt követi a műanyag. A műanyag frakcióban pedig a legtöbb a PET palack. A PET-kupa önkéntesei, vagyis a PET-kalózok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen újrahasznosított plastikkajakot fejlesztenek a civilek. Egy ilyen eszközhöz mintegy 300 kg hulladékot kellett összeszedni a folyó árteréből. A hulladékmentes Tisza program sikereinek köszönhető, hogy a szervezetek a folytatásra is kaptak támogatást. A szakemberek szeptembertől a Tisza forrásvidékén szeretnének jelentős változásokat elérni. Azt próbálják megelőzni, hogy a több tonnányi hulladék ezeken a szakaszokon a folyóba kerüljön.